Tarifa, ami véleményünk szerint elrugaszkodott ma a magyar vásárlóerőtől, ezáltal viszonylag kevesen utaznak Magyarországon taxikkal, a korporát ügyfeleken meg a turistákon kívül. Long story short, szerintem az a nagy tanúság, hogy itt inkább nettó munkalehetőség generálásról van szó, több száz munkalehetőség került itt kialakításra ez alatt a másfél év alatt. És nyilván ezt challenge-elik ezt a véleményt sokan, de mi menjünk tovább, és viszont a másik két esetben engedjétek meg egy pici bemutatást tegyek, hogy miről beszélünk. A Váradi Máté a Hosti nevű céget képvisel, amit ő maga alapított, és ők az Airbnb-t gyakorlatilag agregálják Magyarországon, ha szabad ezt így mondani. Tehát ők, hogyha van egy lakásod, akkor odaadod nekik, és ők az árazástól, a review íráson át, akár az üvegbor bekészítéséig mindent megcsinálnak és fogadják a vendéget, és ami nekem a kedvenc történetem ezzel kapcsolatban, hogy van olyan ember ma Magyarországon, akinek az a munkája, hogy ül a kulcsokkal a Gosdúdvarba, és a csörög a telefonja, oda megy a lakáshoz, és kinyitja, és megmondja a wifi jelszót. És akkor szóval induljunk innen, hogy milyen munkahelyeket vesztek el, vagy hoztok létre, mert a hotelesek viszont nem örülnek annak, amit csináltok. Igen, hát igazából amivel mi foglalkozunk, hogy tényleg az összes rövidtávú lakáskérdéssel kapcsolatos teendőt elvégezzük a lakástulajdonosok helyett, akik ugye polgári foglalkozásukat végezhetik, miközben a lakásokat nem mondjuk hosszú távon albérleti célra hasznosítják, hanem turistáknak adják ki. És nyilván az ezzel járó feladatokat pedig mi végezzük el. Hát az, hogy milyen munkahelyeket teremtettünk, vagy vettünk el, azt szerintem egy kicsit nehéz meghatározni, hogy az én, ha még nem az Airbnb, vagy más ilyen New Wave szállás közvetítő
oldal képviseletében vagyok, hanem ugye a saját cégemében, ami valóban most akár az Airbnb-re, vagy akár más ilyen szállásközvetítőre épül, illetve igénybe vesszük őket. Hát a hoteleseknek lehetünk egy konkurenciája, ezen mindig mi is vitatkozunk, meg ötletelünk, hogy honnan vesszük el a vendégeket, vagy legalábbis ez a rövidtávú lakáspiac honnan szerzi a vendégeket, lehet, hogy a hosteles közegből is, vagy hosteles vendégkörből is, lehet, hogy a hoteles vendégkörből is sokan átjönnek hozzánk. Ha a saját vállalkozásomról beszélek, akkor mindenképp munkahelyeket teremtettünk, mert nálunk ez új munkahelyek keletkeztek. Ti a Zimmerfrei mozgalomnak vagytok egy digitális változata. Igen, de igazából a mi erőnk az pont abban rejlik, hogy nem csak a digitális részét szolgáljuk ki. Tehát ami a mi szolgáltatásunkban igazán vonzó, az az, hogy a vendég az minket ér el, ha problémája van, akkor hozzánk tud fordulni. Ha be kell engedni a lakásba, akkor mi tudjuk beengedni. Ha nem működik az internet, akkor nekünk kell oda menni és megoldani a problémát. Míg a lakástulajdonos pedig reggel 9-től délután 5-ig valamilyen munkahelyen ül, este pedig a családjánál, míg mi éjfélkor várjuk, hogy leszálljon az utolsó vizergép, és beengedjük a vendéget a lakásába. Tehát gyakorlatilag most eddig 2-0, már úgy tűnik, és majd biztos visszatérünk, hogy lesz majd ötletem arra, hogy milyen munkát vesztek el, de most úgy tűnik, hogy akkor még egy 2-0 a munka létrehozók javára. És megyünk még egy gyel tovább, a Kalmár Péter, a Jumber nevű ételmegosztó szolgáltatás. Jambernek mondjuk, de lehet Jumber is. Jumber, elnézést kérek. Ahol kevésbé mondjuk a gazdasági előnyök, mint inkább a romantika az, amit előtérbe helyeztek. Igen, tisztelt bíróság, mi is ártatlanok vagyunk. Nem vesszük el a magyar bérből és fizetésből élőknek a munkáját. Igen, a Jumber egy konyha megosztó rendszer. Tulajdonképpen nagyon hasonló elven működik, mint az Uber, vagy akár az Airbnb. Egy évvel ezelőtt, amikor először találkoztunk a kafé körben, még nem gondoltuk, hogy itt fogunk. Én nem gondoltam, hogy itt fogok itt melletted ülni. A lényeg az, hogy nekünk van 500 konyhánk, tehát 500 regisztrált konyhánk, amire azért vagyunk büszke, mert ha az Ubernek van 100-200-300 sofőrje, ezzel a világbirodalommal a háta mögött, és a Magyarország, vagy Budapest a 250. város volt kb., akkor mi tulajdonképpen egy fél év alatt eljutottunk oda, hogy van 500 regisztrált konyhánk, akik more or less, tehát nem állandóan, de azért főznek, és kapcsolatban vagyunk velük. Ezzel nem lehet sarokházat venni. Tehát ezzel a tevékenységgel egyelőre, miután ez egy nagyon változatos közösség. Vannak benne nagymamák, vannak kismamák, vannak fiatal hipster srácok, vannak munkanélküli idősebb férfiak, borzasztó vegyes társaság. Egy dolog köti össze őket, hogy nyitott gondolkodásúak, hogy progresszívek és kíváncsiak, befogadóak. És azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy hobbi, bár vannak olyanok már köztünk is, akik a munkanélküli segélyüket, vagy éppen a gyest, vagy a rokkant nyugdíjukat, vagy egyebeket ezzel a pénzzel egészítik ki. Ugye mind a hármatoknál nekem úgy tűnik, hogy maga a hozzáadott érték, amit beletesztek, az megvan, és munkahelyeket hoz létre, viszont a digitalizációnak egy szerencsés hozadéka, hogy sok mindent automatizálni tudunk, sok mindent össze tudunk kötni a hálózaton keresztül, hogy úgy tűnik, hogy igazából hatékonyabbá tettétek ezeket az üzleteket, mert az üzletkötés vált gyorsá, egyszerűvé, közelévé, hatékonyabb, de valószínűleg tehát mondjuk a szervezők, vagy éppen a sok pici szereplő helyett egyé összeálló szervezetek talán azok, amik elvesznek munkát. Tehát, hogy akkor ilyen példával éljek, hogy lehet, hogy mondjuk az Uber nem a taxisok munkáját veszi, hanem a diszpécserekét, ez igaz?
Hát ahogy az 50-es meg a 60-as évek környékén elkezdtek kikopni a telefon központos kisasszonyok, meg még korábban az omnibuszok, meg hasonló más dolgok, illetve hogy kasszával támadtak a gőzgépre annak idején, tehát ezeket az analógiákat követve nyilván, tehát a fejlődéssel, az innovációval, a technológiával elmaradnak azért olyan foglalkozások, amiket kikezd az idő vasfoga. Ez nem azt jelenti, hogy az innováció rossz, az inkább azt jelenti, hogy azt kell megtalálni, hogy azokat a foglalkoztatottakat milyen formában csatornázza be mondjuk a közösség, vagy a szabályozás az innovatív. És hát az arány, tehát lehet, hogy elvesztek 50 diszpécser munkahelyet, de attól 1100-at, szóval azért. Így van, tehát a torta közben nőtt, ezt nem győzöm hangsúlyozni, nem csak arról van szó, hogy a szeleteket próbáljuk másképp felosztani, hanem egy nagyobb tortáról beszélünk most már. Igen, és hát az biztos, hogy ezen a helyen azért nem kell senkit meggyőzni arról, hogy az innováció jó, hiszen azért vagyunk itt, de a Máté nálatok, hogy beszélgettünk arról, hogy és akkor nálatok is el lehet árulni talán, hogy 40-50 lakásos portfóliót kezeltek, és ez dinamikusan nő, hogy hogyan osztjátok most szét a feladatokat, és mondjuk hogyan osztanátok szét, akkor, hogyha mondjuk 200 vagy mondjuk 500 lakásotok lenne, ami mondjuk lehet, hogy egy éven belül megtörténik. Hát az egész igen onnan indult, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt teljesen egyedül csináltam néhány lakással. Hát jó, a takarítást kivéve mondjuk, de alapvetően minden feladatot, tehát a vendégeknek való válaszolástól kezdve a beengedésig mindent én végeztem. Nyilván ahogy növekedett a lakásszám, hogy tudjuk ezeket a feladatokat felosztani, meg szükséges is, hiszen egy idő után nem lehet kétfelé szakadni, és be is engedni valakit, meg másik embert ki is engedni egy lakásból. Ugye főleg úgy, hogy ezek a lakások a város különböző pontjain vannak. Tehát nem egy hotelépületben vagyunk, ahol mindenki lejön a recepcióra, és kicsekkol, becsekkol, hanem mindenkit ott várunk az utcán. Igazából azt gondolom, hogy a feladatok a végtelenségig darabolhatóak. Nem biztos, hogy ez a cél. Tehát nem biztos, hogy az a cél, hogy ilyen gépmunkát csináljunk, és valaki egész nap csak egy gombot nyomogat, a másik egy harmadik gombot nyomogat, hanem szeretnénk izgalmas és változatos munkaköröket kialakítani, és nálunk most is így működik, hogy valaki egyik nap a számítógép előtt ül, és csak az e-mailekre válaszol, a foglalásokat regisztrálja, vagy a takarítók beosztását szerkeszti. Míg másik nap pedig lehet, hogy 10 vendéget enged be a lakásba. Igazából ez nálunk most egy nagyon nyitott kérdés, próbáljuk úgy kialakítani, hogy egyrészt fenntartható legyen, másrészt pedig, hogy ne öljük ki azért mi se ebből az egészből a sharing ekonominak ezt a varázsát, mert azért azt tegyük hozzá, hogy a mi oldalunkról, vagy a mi üzletágunkban ez azért egy igazán a profiton és azért a pénzügyi oldalról eléggé szigorúan vett üzlet, hiszen a lakástulajdonosok akkor bízzák ránk a lakásokat, hogyha abból több profit származik nekik a mi üzemeltetésünknek köszönhetően, mint hogyha ezt hosszú távú albérletbe adják ki. Igen, és tehát hogy azt gondolom, hogy az ekonomi részét soha nem szabad akkor elfelejteni ennek a fogalomnak. Viszont, hogyha maradunk ennek, az atipikus foglalkoztatás, amit most így kerülgetünk, arról mi a véleményetek? Mert most úgy tűnik, mintha az emberek fejében még mindig egy olyan dolog lenne, hogy a teljes állásos foglalkoztatás az alap, és az attól való eltérés, az adózás, életvitel és minden egyéb szempontból az egy ilyen nagyon fura szerzet, de valójában mondjuk az Ubernek a most a jelenlegi magyarországi helyzete inkább a full-time felé halad, de mondjuk te mondtad, hogy nálatok vannak emberek, akik csak mondjuk részmunkaidőbe csinálják, vagy teljesen rugalmasba. A konyhás téma az pedig teljesen atipikus, el tudjátok képzelni azt, hogy valaki mondjuk reggel fel kell, kicsit foglalkozik a lakásokkal, főz egy ebédet, és este vagy délután elmegy Uber sofőrködni? Ez talán egy 2.0-ás verziója a jelenlegi felállásnak. Reméljük, hogy a szabályozás utolérjön magát, és akkor egy ilyen keretfeltétel is kialakul, Péter. Én csak azt tudom mondani, hogy nem tudom, ti hogy vagytok, de hát nyilvánvalóan az Ubert rögtön, és minket is rögtön megtalálta a NAV. Tehát ők szeretik a sharing economy-t, a NAV.
beültek autókba is, fölmentek konyhákba is, és ez külön jól esik, amikor nekem fizet a NAV, tehát nem én fizetek, hanem ők jönnek be hozzánk vásárolni. Viccet félretéve, nyilván megkerestek minket is, és én azon az állásponton voltam, hogy nincs alkú. Tehát ők megpróbáltak minket arra tolni, hogy hát persze illegális, be fognak tiltani, várbörtön, korbácsolás. Mondtam, hogy alig várjuk, de mondtam, hogy egyet biztos nem fogunk, nem fogjuk a házi gazdáinkat belekényszeríteni kényszervállalkozási formákba. De hát akkor ez tilos. Hát mondtuk, hogy lehet, hogy tilos, akkor találjátok ki, hogy ne legyen tilos. Ez nem a NAV-nál zajlott egyébként ez a beszélgetés, hanem az NGM-nél. És a vége elég fura volt, amire én se számítottam, hogy gyakorlatilag most már rábólintásra megvan egy törvénytervezet, ami nagyon hasonló, nem voltam itt ugyan délben, amikor az észt politikus volt itt, csak tudom, hogy volt egy ilyen napirendi pont is, ami az észt Uber modell, hogy mi vonjuk le egy minimális adót, az most üzleti titok, nem mondhatom el, mert azt tényleg akkor megölnek, de mi vonunk le egy nagyon minimális, egy nagyon méltányos, picike adót a házigazdák nevében, abszolút transzparens a dolog, és mi is fogjuk befizetni az ő nevükben, és innentől kezdve őket békén hagyják. Tehát ez, azt gondolom, hogy erre felé kéne menni. És amikor itt mindig a törvényre hivatkoznak, egyébként nagyon mérges vagyok rád, mert múlt héten összeültettek engem Metál Zoltánnal, és hiába vártunk, és nekem kellett védenem téged a hátad mögött. Amikor a dublőr, amikor... Tehát amikor elkezdik mondani ezeket, hogy így a törvény, úgy a törvény, mindig azt szoktam mondani, hogy jó, hát voltak zsidó törvények is, az is törvényes volt a maga idejében, hát akkor annak most tapsolnunk kell. Vagy ha előbb hozták volna meg, vagy így szólt volna a jogalkotó, hogy addig nem mehet föl repülő az égre, amíg meg nem alkotjuk a légiforgalmi szabályozást, akkor még a mai napig nem lennének repülőgépek az égen. Tehát igenis a törvényalkotónak kutya kötelessége, hogy kövesse le az életet, és ne az idióta szabályozásaiból induljon ki, és akkor ez mindenkire azt gondolom, hogy kényelmesen ráhúzható. Igen, mondjuk ilyen szempontból... Én nem feltétlenül akarok így álszenteskedni, meg ugye összehasonlítani, mert ez nem ugyanaz a két lépték, hogy valaki főz mondjuk hetente egyszer egy ebédet, és megvendégel öt embert, mint hogy mondjuk az én ügyfeleim tényleg még több százer forintos havi jövedelemre tesznek szert a ilyen módon a lakáskiadásukból. Más kérdés, amikor a szállás egy szolgáltatás, az már egy alapból szabályozott, meg létező iparág volt, sőt, maga ez a szobakiadó is működött már azért évek óta. Annyi, hogy nyilván ezeknek a New Wave szállásai közvetítő oldalaknak köszönhetően ez így begyűrűzött a nagyvárosokba. Én viszont nálatok vagyunk a szállás oldalon, éppen fordított a helyzet, hogy nem a szolgáltató fog adózni, hanem hogy most, hogy jól tudom, akkor van egy törvénytervezet, amit talán elfogadnak, hogy általány díjat fizetsz négyzetméter per év alapon a lakásodért, és akkor maximum három lakást kiad. Aztán gyakorlatilag a te ügyfeleid, azok kifehéríthetik magukat, és tök érdekes, hogy ennek a mellékhatása, hogy az összes többi albérletet kiadó tulajdonos is ugyanezt megteheti, aki hosszú távon csinálja. Tehát, hogy itt is az adózás az egy akadály volt, de úgy tűnik, hogy megoldódhat. Hát az adózás az mindig akadály, mert minden eset egyedi. A jelenlegi szabályozásnál a legegyszerűbb verzióban csak egy lakást lehet üzemeltetni. Ugye ebben a javaslatban hármat lehetne, ráadásul az adóteher is egyébként kedvezőbb lenne a mostaninál is. Én inkább mondjuk azt a tervezetet, tehát annak sokkal nagyobb hatása lenne a hosszú távú lakáspiacra, ahol a szereplőknek egyébként is a 99%-a nem adózik, aki hosszú távra adja ki albérletbe a lakását. Ott ugye meg lehet tenni, hiszen kiadom egy évre a lakásomat ugyanannak az embernek.
A mi verziónknál tényleg az van, hogy bármelyik vendégünk lehet egy NAV ellenőr, tehát mi most is ilyen módon fehéren működünk. Más kérdés, hogy nyilván az adminisztrációt, egyéb dolgokat, az önkormányzat, meg az adóhatóságnak az anomáliáit, meg az egymás közötti nulla kommunikációt, azokon lehetne javítani persze. Nem akarok nagyon elfogultnak tűnni, de hogy az Airbnb gyakorlatilag kifehérítheti a magyar albérletpiacot? Hát, hogyha az Airbnb is, vagy a rövidtávú szálláshely szolgáltatás népszerűsítése miatt kerül sor egy ilyen új törvény, vagy új szabályozás bevezetésére, akkor nyilván igen, van benne szerepe. Ezért ne felejtsük el azt, ami most Berlinben történik az Airbnb-vel. Tehát, hogy ez most a hiéna piacot, azt ők a hosztikat, azokat ők most elég keményen le akarják törni, és most nyilván nem rólad van szó, de ezzel nagyjából egyet is értek olyan szempontból a hiénákról, hogy ezek tényleg aberráltan fölvitték a lakás árakat. Tehát gyakorlatilag a piac az deformálódott, mert ma egy fiatal vagy nem fiatal, bárki sokkal drágábban tud az Airbnb miatt lakást kivenni gyakorlatilag bárhol a világon most már. Mert üzlet lett az, hogy nem adom ki a lakást inkább egy évre, két évre, három évre, hanem kiadom a hostinak, és akkor inkább jobban pörgetem a pénzemet. Ez egy dilemma, ez a sharing economy dilemmája, hogy fölfalja-e magát ez a sharing economy, ami inkább gig economy, mert most már én ezt így hívnám, az Uber esetében is, az Airbnb esetében is, és a mi esetünkben is, tehát ez egy hackney-szerűen bevételt termelő dolog, ennek sok köze nincs a sharing economyhoz. A sharing economy az, hogy nem veszem meg a fúrót, hanem kölcsönkérem tőled, inkább 10 forintért, mert nekem csak egy luk kell a falba. Szóval ez egy ilyen, kicsit ilyen homo illusion hitvita. És akkor végül csak visszajutottunk a sharing definícióhoz, és hogyha innen tovább vezetjük, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy hosszú távon mik lehetnek még azok a piacok, amik kinyílhatnak? Lehet-e ezzel a típusú sharing, vagy akkor legyen gig economy modellel más piacokat is disruptálni, vagy mondjuk ez a társaság, ez mondjuk két év múlva is ugyanúgy ti ülnétek itt, mert mondjuk az autó, a lakás és az étel, azok klasszikusan serelhető dolgok. Igen, a Tindertől kellett volna még valakit hívni, de sajnos ott nem ismerünk senkit. Ez a kérdés, hogy hosszú távon, akkor felteszem egyszerűbben talán a kérdés, hogy hosszú távon ez egy fenntartható dolog, vagy valójában tényleg csak annyi történik, hogy az új szabályrendszerhez új cégek épülnek? Hát szerintem, hogyha a kérdésed első feléhez kapcsolódunk, tehát hogy milyen egyéb szolgáltatások, eszközök terén léphet be még a sharing economy a képbe. Szerintem minden olyan szolgáltatástál meg eszköznél, ahol egyfajta alul kihasználtság van jelen. Tehát az emberi talentum, az emberi idő, vagy azoknak a javaknak az alul rosszul kihasználtsága tetten érhető, amiket megosztanak, legyen az főző skill, legyen az mondjuk lakás, mert hogy az Airbnb se feltétlenül biznisznek indult anno Amerikában, vagy legalábbis nem egy olyan intézményesített biznisznek, ahogy most néhányan űzik, illetve hogy a ride-sharing, vagy a carpooling, vagy ennek különböző ugye, vetületei. Tehát szerintem legalábbis itt azért még lehet egy ilyen tovább gyűrűző hatás, vagy multiplikátor hatás, tehát egészen más szintekig begyűrűzhet ide a sharing economy. Én csak ennek van egy ilyen evolúciója, amit te is mondtál, hogy indul a sharingből, aztán lesz sharing economy, és akkor a végén marad economy. Győztél. És önnek akkor a másik oldalát is megkérdezném tőletek, hogy nekem van egy
ilyen kedvenc ilyen játékos elméletem azzal kapcsolatban, hogy mint mondjuk az ilyen MMORPG-kben elmegyek, felveszek egy küldetést, megkapom a jutalmamat, és igazából nem munkahelyeken dolgozom, hanem ilyen küldetésekkel megyek. Hogy ez szerintetek mondjuk egy 10-20 év távlatában ez egy városi embernek ez egy lehetséges életforma, az, hogy nem egy munkahelyen, nem egy szakmában dolgozzon, hanem mondjuk a folyamatosan változó igényeknek kicsit kertészkedik, vagy teljesen mindegy forgalmat irányít, vagy gyerekeket tanít programozni, vagy bármi, de hogy ezek a sharing economy, vagy mondjuk akár az Uber-szerű platformok eljutnak oda, hogy az emberek nem munkahelyen dolgoznak, hanem küldetésekben? Bár így lenne. Én nagyon drukkolok. Én opera rendezőként végeztem a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Voltam már mulató tulajdonos, az enyém volt a Moulin Rouge. Most éppen startupper lettem egy vén fejjel. És azt gondolom, hogy igen, sokkal boldogabb világ lenne, hogyha nem szürke multilap rabszolgaként dolgozna az embereknek a többsége, hanem ilyen megosztó gazdaságokban. Az volt a kérdés, hogy agysebészetet nem tervezel, ugye? Jövőre. Én örülnék a legjobban ezt, tehát lenne egy adatbázisom, és nem tudom, kiküldenék egy, nem tudom, egy ilyen projekt, vagy mit mondtál, küldetés? Legyen küldetés. Küldetést, hogy most délután 2-kor be kéne valakit engedni a Kazinczy út 9 szám alatti lakásba. Most tényleg el fogom gondolkozni rajta, hogy lehetne ennek a lehetőség. Nem tudom, kell csinálnunk valami videó bemutatót minden lakásról, hogy mindenki oda találjon. De igazából mindig arra gondolok ilyenkor, hogy lehetne azt elérni, hogy tényleg valaki nagyon gyorsan azoknak az információknak a birtokába kerüljön, mint hogyha ott dolgozna mondjuk hónapok óta, vagy akár évek óta egy cégnél. És azért nem teljesen hasonlítható össze egy... nálunk is elkezd dolgozni egy takarítónő, és az első mondjuk 2 hónap azzal telik, hogy egyáltalán végigjárja a lakásokat, és oda talál. Azért sokkal gyorsabban megy ez, amikor már ezeket ismeri, és úgy megy, hogy már voltam ott 2-szer. És nyilván ezekkor a hatékony működést meg abszolút befolyásolja. Tehát akkor te kevésbé hiszel abban, hogy egy ilyen nagyon szétszórt, atipikus foglalkoztatás az perspektíva tud lenni a jövőre? Nem, azt nem mondom, hogy kevésbé hiszek benne, azt mondom, hogy ennek a feltételeit, akkor meg a másik oldalról kell nagyon, nagyon profin megteremteni annak a szabályrendszerét, vagy a feltételeit, hogy tud ő ebbe bekapcsolódni, úgyhogy ne csináljon, tehát tényleg elvégezze egy munkát, és ne kárt csináljon. Én ahhoz kapcsolódnék, amit a Péter mondott, még egy korábbi kérdésre válaszolt. Tehát mi is azt látjuk, hogy az emberekben van azért egyfajta nyitottság az ilyen jellegű, szabadabb munkavégzésre. Tehát mi azért készítünk, meg készítettünk is felméréseket a sofőrök meg az utasok körében is, javarészt reprezentatív felmérésekről van szó, és ott rendre olyan dolgok jönnek ki, hogy az elsődleges dolog, amit értékelnek például sofőrként a rendszerben, az, hogy egy nagyfokú rugalmasságot és szabadságot ad. Az, hogy nincs beosztás, nincs főnök, hanem a saját maguk életviteléhez alakítják ki a dolgokat. Rengeteg, most már nagyjából 20%-a a sofőröknek nő, és közülük rengeteg például a kisgyerekes családanya. Sokan azt mondják, hogy utolsó mencsvárként kapcsolódtak be itt az Uber rendszerbe. Egy évig, másfél évig kerestek munkát, és a konvencionális munkaerőpiacon, meg a foglalkoztató piacon egyszerűen labdába se tudnak rúgni azokkal a flexibilitási elvárásaikkal, amik kellenek ahhoz, hogy a családjukat el tudják látni. Tehát ez csak egy életszerű példa, csomó ilyen van még, de azt látjuk, hogy most itt 1200 embernek a nagy többsége ezt világossá tette. Pedig ők sem úgy ébredtek fel az Uberhez való csatlakozási napjuk előtt, hogy én nagyon nyitott vagyok, vagy sokkal nyitottabb, mint az átlag magyar, hanem ezt itt közben fedezték fel. Értem. És most lassan így kezd fogyni az időnk, és egyébként ez pedig egy nagyon érdekes dolog, amit felvetsz, hogy valójában ez akár egy kényszer is lehet, viszont kiszolgáltatottá teszi-e
ezeket az embereket, hiszen gyakorlatilag az Uberrel kapcsolatban Amerikában egy gyakori kritika, hogy teljesen magát átalakítja mondjuk a fizetendő díjakat, vagy a feltételeket, vagy bármit önkényesen egyik oldalt, tehát nincs valódi munkavállalói viszony, és így azért ez a kiszolgáltatottság, ez nem hogy megszűnik, hanem inkább talán nő is. Ez a küldetéses világban gyakorlatilag ez mit igényel az emberektől? Szerintünk itt azért egyrészt a szabályozásnak nyilván van egy szerepe, fontos hangsúlyozni, nem túl szabályozásra van szükség, meg azért a rendszer üzemeltetőnek is. Ugyanerre a felmérésre, meg az eredményeire visszakanyarodva, amiről beszéltem, azt láttuk, hogy 90%-a a megkérdezett 1200 sofőrnek, vagy azoknak, akik válaszoltak, azt mondták, hogy ajánlanák az Ubert másoknak is, hogy próbálják ki. 93%-a pedig azt mondta, hogy elégedett az Uberrel összességében. Tehát alapvetően nem látunk egy ilyen kizsákmányoló felhangot a közösségben. Biztos még a beltetés időszaka van, de akkor ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem, és akkor így menjünk ezzel körbe, hogy hol látjátok magatokat mondjuk egy vagy két éves távlatban, mondjuk, hogyha a 2018-as vállalati innováció konferenciára újra meghívunk titeket, akkor éppen hány felhasználótok lesz, létezik-e még a szolgáltatás, be vannak-e tiltva az illegális tevékenységek, vagy sem? Mi vagyunk azt hiszem a legkisebbek, úgyhogy mi látjuk magunkat a legnagyobbnak majd. Mi túl vagyunk, hogy elsőkörös finanszírozáson, de ez egy seed capital volt inkább. Most tárgyalunk a második körről, az már egy komolyabb tétel lesz, és hát nemzetközi piacra tervezünk kilépni, most már elég régen, és szépen vetjük a magokat, Berlinben, Barcelonában, Amsterdamban, Bécsben, illetve Amerikában is, és az majd a pénz függvénye lesz, hogy előbb Amerikában indulunk-e, vagy Európában, de hát a cél az, hogy ezt kiterjesszük, és dolgozunk ennek egy 2.0-as változatán, amivel nem pusztán otthoni étkezést kínál majd, hanem valami mást is, egy komplexebb ételajánlást. Én az előzőre térnék vissza az előző kérdésedre, és akkor abból folytatnám a következőre, hogy ez a küldetésszerű munkavállalás szerintem, tehát azt nem szabad belőle kifelejteni, hogy az elhivatottságra ott is szükség van. Tehát attól, hogy én nem dolgozok egész nap, vagy csak 4 napot dolgozom egy héten, attól még azt az utast, akit felveszek, azt viszont el kell vinni, és időben oda kell vinni, illetve egy finom ebédet kell főznöm. Tehát attól még, hogy én ezt nem űzöm mondjuk hivatásszerűen, vagy mondjuk 9-től 5-ig ilyen hagyományos munkajelleggel, attól még jó szolgáltatást kell nyújtanom. És mondjuk az én vállalkozásomra lefordítva ezt talán úgy, vagy az a leginkább nem tudom, jellemző, hogy nem feltétlenül én, mint főnök osztom be a munkavállalóim idejét, hanem a vendégek. Tehát lehet, hogy hajnal 3-kor fog valaki elmenni, vagy este 9-kor, és napközben pedig ő akár überezhet, vagy főzhet egy ebédet. Tehát ilyen módon nyilván mindenki maga osztja be az idejét, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy megfelelő jövedelmet szerezzenek, muszáj valahova elhivatottan egy jó munkát végezni. Zoli? Hát azudnék, azt mondanám, hogy a rövid távú kihívások között nem a szabályozási helyzet konszolidálása a legfontosabb. Azon dolgozunk, hogy ahogy itt az észt parlamenti képviselő is beszélt róla, egy picit egy fordulat álljon be itt a szemléletben, picit más megvilágításba kerüljön az innováció, amikor a szabályozás újra gondolásáról beszélünk, és akkor ennek nyomán el tudjanak olyan dolgok indulni, amiről most például a Péter beszélt az NGM-mel folytatott megbeszéléseknél, mondjuk más iparágokra is, Uberre, másra levetítve. És én nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, és azt gondolom, hogy abár a kérdés az volt az elején, hogy milyen munkahelyeket
vesztek el és hoztok létre valójában. Kiderült szerintem a beszélgetésből, hogy itt a legfontosabb változás az a munkahely fogalmának az újraértelmezése, és valójában valószínűleg mindenki ugyanúgy fog dolgozni, csak mások lesznek a keretek. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy mikor sikerül neked például szabályozásban is utolérni. Köszönöm szépen mindannyiótoknak. Köszönöm.